tudok ilyet csinálni. Sziasztok, a mai beszélgető társam Máté. Sziasztok. Ő csinálja itt a Phoenix-et, most a Phoenix-ben vagyunk, mindjárt látok egy kis rövid videós összeállítást erről a játéktérről, illetve a Nagykátai pályán is szervez játékokat. Valóban. A kis kiegészítés egyébként, hogy nem egyedül csinálom, ez téves, hárman csináljuk, illetve Phoenix és a Golden Game külön van. Mi együtt működésben dolgozunk most már, hát immáron 2 éve. Elég komolyan, és ennek a gyümölcse a Phoenix, de hogy szeretném azt letisztázni, hogy az érdem nem az enyém. Oké, és persze. Ennyi, illetve igen, Nagykátán szervezek. Nem tudom, hogy ki mennyire pozícionál ebbe a dolgot. Pest megyében található, egy 160 hektáros erdőről van szó. Ide csinálunk egyébként, amennyire tudunk, rendszeresen játékokat. És ha minden igaz, akkor lesz közös játékunk is. Bizony. Bizony. Úgyhogy gyertek mindenféleképpen. Visszatérve a Phoenix egyébként, igen, akkor név szerint kérlek mondd el megint, hogy kikkel csinálod együtt. Zsitva Viktor, aki aggyal el lehet képzelni, beprogramoz és mögé rak és működik a dolog, illetve Ostheimer Gábor, mi vagyunk így hárman. Oszi szerintem így, és akkor mindenki tudni fogja, kiről van szó. Ő az, aki általában ketten csináljuk a kábelbehúzós dolgos építős dolgokat, illetve ott van nagyon fejben. A programozás, ami mögé van rakva, az a Victory. A játékokat, illetve a játékosokkal való kommunikációt, játékszervezést, azt pedig én csinálom, és így tevédik össze az, amit itt láttok. Mennyire és sűrűn van itt játék? Változó, igazából van egy szezon, ami most sajnos a pandémiának köszönhetően tudjuk, hogy most nincs szezon. Igen, most a szezon elmarad, azt mondták. Télen általában 2 kedd magasságában vasárnapig megy. Fontos hozzátenni, hogy a szezon azért is fontos, ez lett volna az első, amikor tényleg 24-be tudunk üzemelni és nyomni. Egyébként eddig úgy működött, hogy este, van egy polgári foglalkozása mindannyiunknak, este 6-tól kezdődtek a játékok, ez hétköznaponként egy játékot jelentett, hétvégén, ami a csövön kifért. Most ez tudott volna megfordulni, de sajnos ez így most elmarad. És hogyha mondjuk jövök ide játékra hozzátok, mennyi idő? Tehát mennyi idő a nettó játék és a bruttó? A nettó játék? Úgy kell elképzelni, hogy van egy 5 órás időintervallum, okay, ami benne van az összegben, ez 3500 forint per fő, ebben maga a játék idő van benne. Nagyon fontos, hogy mi nagyon nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy minden játéknak nem ugyanaz a sémája, de a menete az nagyon nyomott, nagyon pörgős játék, 1600 négyzetméterről beszélünk, 15 perc egy kör, oda-vissza játszunk minden egyes kört, ez azt jelenti, hogy fél óra játék instant, hogyha az ember eljut odáig, hogy elinduljunk, hogyha külön jöttök új csoport, amíg nem érszakoztatok, szeretnétek bérelni, akkor nagyjából egy ilyen 45 perc, 1 órát rá kell számolni az elén, amíg leültök, meghallgatjátok az eligazítást, tisztában lesztek mindennel, megkapjátok a fegyvert, ez jár egy fegyvereligazítás, és utána tudjuk elkezdeni a legelső játékot. Onnantól kezdve a fél órás etaponként maximum 10 perc szünetet szoktunk tartani, utána jön a következő játék. Úgy fogalmazom, hogy privát csoportokban nagyon el szoktak fáradni a végére, egy fél órával előtte van, hogy azt mondják, hogy hú, nekik ez elég, és nem tudnak többet játszani. Hirdetett játékokon általában az egész játékidő ki van töltve. Igen. Akkor itt vannak, nyomjuk elég rendesen, ott már úgy kell szólni néha, hogy 11-kor, és látod, 11 van, kéne menni. Meg van a másik, amikor nem lehetne nyomni még egyet, és akkor, de még egyet lehet, és akkor itt vagyunk egy 10 perccel tovább. Így kell elkezdeni, hogy 5 óra ez egy elég fárasztó, elég nagy időintervallum, amit nálunk így eltölthettek. Az nagyon megfogott egyébként, hogy kultúrát mosdó van. Ez ma Magyarországon nagyon ritka, hogy elmegyek valóban elszoktozni, és teljesen kultúrát a mosdó, van bárpult, lehet fogyasztani különböző üdítőket, úgyhogy ez le lehet ülni kultúrát körülmények között, nincs kosz, rend van, tisztaság van. Mondjak pár infót egyébként? Hát persze! Jó, van férfi mosdó, külön női mosdó, női öltöző, női mosdó, vagyis férfi öltöző. Ugye a pult, amit te már láttál, minimális mennyiségben lehet nálunk BB-t vásárolni, gázt vásárolni, patont, amik általában szükségesek a játékhoz.
illetve elég nagy választékunk van italból is, próbálunk mindig olyanokat kérni, amiket mások kérnek, vagy amire azt mondjuk, hú, de jó lenne ez, de jó lenne az, akkor mi betárazunk. Egyébként van 13 darab kamera bent, ami folyamatosan a játékot figyeli, 3 darab monitor van, kettőn csak a kamerák mennek folyamatosan, illetve a számítógépes rendszert maga, hogy bent mi történik a pályán, azt le lehet követni a felső monitoron, úgyhogy az ember leül és mondjuk nem játszik, akkor is tudja egyébként, hogy mi történik bent és élvezi a játékot. Hm. Ja. És hogy kerültél kapcsolatba az Airsoft-tal? Fú, jött szembe. Tehát láttam a fényt, és nem hajoltál el. Fú, érdekes, hogy az én életem hogy ment bele. Én az a fegyvermániás vagyok, aki nem arra utazik rá, hogy hú, ez milyen fegyver, meg mi van benne, hanem hú, fegyver, de jó, minél több, meg akkor próbáljuk ki, megcsináljuk. Eljutottunk paintballozni. Körülbelül ez azt mondom, húzamosabb idő, volt 2 hónap, elmentünk 3-szor játszani. Ez annyira megtetszett, hogy... Ez mikor volt? Ez mikor? Ez 12, lehet, hogy 13 éve. Uh-huh. Nezu barátommal. Mentünk irdatlan baráti társasággal, és ott bekattantunk, hogy nekünk valamilyen ilyet kell csinálni, paintballozunk, és egyszer csak átjött, és azt mondta nekem, hogy Máté, nem paintballozni fogunk, airsoftozni fogunk. No, miért az jobb? Sokkal jobb, higgyem el, próbáljuk ki. És elmentünk egy játékra, vicces, mert szerintem sokan fogják érteni, Újpalotán volt egyébként az első játékom, ez nem egy hivatalos pálya, úgyhogy a mai napig nem hivatalos pálya. Itt volt az első játékom, és ez az első látásra szerelem, és akkor fegyver kell, és akkor felszerelés kell. Ekkor voltam, szépen csődben megsorom, 15 éves, úgyhogy akkor így, fú, akkor csinálni kell. Az elején kölcsönfegyverre játszottam, kölcsönruhában megvettem az első fegyveremet, ami egy nagyrakás kutyagumi volt, úgyhogy azt lecseréltem egy használható MP5-re. De akkor mondjad, mi volt az első fegyvered? Az is MP5 volt, csak... Nem tudod a gyártóját, vagy tudod? Nem tudom a gyártóját, ez egy ilyen... Oké. Nem, vicces volt. Műanyag gearboxos volt? Műanyag, olyan fegyvert képzelje, amit alig akart meghúzni az aksi, még a paraméterek se stimeltek, és azt vetted egyszerűen, fölhúztad kézzel, mert springes is volt, akkor tök szépen el lehetett lőni vele. Hú, várjál, az egy GSG MP5-ös volt, és nagyon rövid ideig gyártották. Nem biztos. Lehet. Ezt én megrendeltem, megjött, kivettem. Ha tudjátok a választ, írjátok meg. Jézusom, ne, én nem akarom tudni, majd megnézed. Szóval kipróbáltam otthon, így megnéztem, aha, jó, hát ezzel játszani nem fogok, visszaraktam a dobozba, és felhívtam, hogy szeretnék élni a 2 hét elállással, de visszautalták a pénzt, és akkor használtam, vettem egy MP5-öt, akkor még talán szoftérről. Megvettem az első fegyveremet, és akkor azzal játszottam, szerintem körülbelül egy évig azzal volt az első sikerélmény. Na, egy év az egész jó. Tessék? Egy év az egész jó. Kibírta, sőt egyébként el is tudtam utána adni, működött, rendben volt, csak beleszerettem egy Sima M14-esbe, egy szokomba. Ami onnan teljesen számom... Teljesen más, tehát az... Igen, hogy megvettem, és úgy voltam, hogy én kemény vagyok, én erős vagyok, én el fogom bírni, én ezzel tudok játszani mindenhol. CQB-zni nehéz volt vele, de nem lehetetlen, úgyhogy CQB kompatibilis. Nagyon-nagyon-nagyon sokáig használtam, azt elcseréltem egy AK-ra, és akkor ugye el is tudom mesélni, hogy milyen fegyverim voltak, azokat elcseréltem egy AK-ra, és abból jött az, hogy abból kivettem egy kis gearboxot, aztán lett egy másik kárkám, abból kivettem mindent, és összeépítettem azt a fegyvert, amit a mai napig játszok. És bemegyek a pályára, és tudjátok, hogy melyik AKS-ról van szó. Az M14-es meg időközben visszakerült hozzám, mert nem működőképes, de megvettem, és így felraktam otthon a falra, hogy ez volt az a fegyver, amivel én tényleg elkezdtem, és úgy voltam, hogy azzal már tudok is játszani. Bár mondjuk most se gondolom, hogy tudok játszani. Ez a tudás máshol áll, igen. És akkoriban szerinted a fegyvereknek a zöme, az mennyire volt összehasonlítható mostaniakkal? Fú, ég és föld a kettő. De átlagról beszélünk, tehát nyilván vannak kimagasló teljesítményi fegyverek. Persze. Akkor persze. Is voltak. Ne, akkor még nem úgy, már benne voltunk abban, hogy az ember érsz a fegyvert akar venni, akkor tudja a forrásokat, hova tud menni, de ezek még a nagyon alap fegyverek voltak. Az, hogy Cima 28-assal rohangáltunk a pályán, egyébként az tök jó volt, és tök elfogadott, és nem úgy voltunk, hogy ez egy tökéletes kezdőfegyver, hanem ez egy jó fegyver, amivel tudsz játszani. Igen. Ahogy haladtunk az évek során, értelemszerűen, hogy bedurrant az internet, és már önlesztette, jött ránk Taiwan Gun, Gunfire, mindenhonnan a könnyen elérhető elektromos fegyverek.
Onnantól kezdve már határa csillagosség. A mai napig egyébként azt mondom, hogy egy normális kezdőfegyvert akarsz, G30 vagy CM28, és akkor egy olyan fegyvert fogsz kapni, amivel tudsz játszani, onnan lehet tovább lépni. Illetve tök érdekes, hogy egy gondolatot hozzá lehet fűzni, de szerintem ez már mindenhol le volt írva, hogyha valaki beír, vagy valaki rákérdez, hogy fú, milyen fegyvert vegyen elsőnek, meg ki akarja próbálni a sportot. Ne vegyél fegyvert, felejtsd el, menj el játszani. Tudsz bérelni, ott fogsz kapni olyan fegyvert, amivel fogsz tudni játszani, és utána eldöntheted, hogy te egyáltalán akarsz-e venni, hogy milyen kategóriában, milyen árirányba akarsz tovább mozogni. Nem értettem soha egyet azokkal, sőt sokkal több olyan ember volt, aki megvette 40-50 ezért a Chili Willy M4-es, lejött 3-4 játékra, és utána meg eltűnt. És ezért megértem. Érdekes. Jó, én egy picit más típus ember vagyok, tehát én szeretem, hogyha van az enyém. Uh-huh. Tehát, hogy, sőt volt olyan játék, hogy kimentem a megtuningolt fegyveremmel, és a parkolóból, ugye elmentem a Kronóig, a kronózásnak kiderült, hogy nem jó a fegyver. És hát nagyon bosszus voltam, de hát ugye airsoft játék szervezéssel foglalkozok, és volt, hogy 12 airsoft fegyver a csomagtartóba, és visszajöttem a kocsiba, és nem játszottam. Mert az a fegyver nem... Mert a fegyveremmel akartam játszani. Tehát nem vagyunk egyformák, van aki... Persze. Nekem is volt olyan játékosom, hogy eljött, és bérelt fegyver, de már amikor 8-adjára jött, és bérelt. Bérelt. Csak ugye, mert nálam egy többfajta bérfegyver van, M4-es. Kipróbált minden. És, aha. Helyes. Azóta már van saját fegyvere, ugyanúgy jár hozzám, csak ő ezt végig akarta játszani. Tehát teljesen. Nem vagyunk egyformák, de... Nem, egyáltalán nem. Nálam is volt, akik többször jöttek le, úgyhogy béreltek. Egyébként, ami érdekes, hogy például az összes bérfegyverünket mi szereljük. Ez azt jelenti, hogy szeretünk fejleszteni is rajtuk. Ez most egy kicsit a reklámhelye visszakanyarodva a főnixhez. Tehát mindegyik 600 FPS. Bizony, érdemes jutok innen. Azért, mert épület harc, tehát 600 FPS alatt nem lehet. Fényviszonyok változhatnak bent a pályán. Nagyon nagy előnyt jelent az, hogyha... Ha megjönnek csillagokat látsz. Igen, nem azt látod, hogy jönnek a csillagok felé, de amúgy szinte mindenkit részszerrel játszik. Nagyon nagy előnyt tud biztosítani, azt nem kell 4-5-öt lőnöd egy helyre, mert látod, hogy mit találsz el. Folyamatosan fejlesztő vannak, és vannak elérhető olyan bérfegyverünk, amik trészeresek. Úgyhogy ezt már nagyjából egy teljes csoportot, hogyha X-fővel vannak, mert ez folyamatosan bővül, mert el tudunk látni, úgyhogy mindenkinek trészeres bérfegyver van. Teljesen jó. És teljesen más a játékélmény. Ilyenről még nem hallottam egyébként máshol. Egy embernek tudom, akinek vannak trészeres bérfegyverei, de más kategóriába használja őket. Én se tudok ilyenről. Szóval például, hogyha hozzánk jönnek le, akkor lehet, hogy jobban fogja élvezni a bérfegyveres, mert látja, hogy mit lőd, aki lejön saját fegyverrel, de nincs tészer, az meg fogja a fejét, mert előbb lövi ki a bérfegyveres, pedig első játék, mert már tudja, hogy hova kell lőni. Gránátot itt lehet használni? Persze. Kivéve... hangos. Semmi gond! Kis fogom sípolni, de vagy azt így. Nagyon hangos Thunderby, illetve társi Duranogránát, lásd itt a vaktöltény, vaktőszerrel működő gránát, ezeket nem szeretjük. Mindig úgy van, valaki esetleg szól, hogy hanggránát van nála, játszhat-e eligazításkor, eldobjuk, eldurran, körbe kérdezünk mindenkit, hogyha rábólintanak, akkor pedig lehet. De hogyha egy ember is azt mondja, hogy ő nem szeret, hogy ez játszan, akkor nem játszhat. Volt, hogy egyszer eldobtak egy Thunderbeat, ami nem durrant el. Úgyhogy úgy voltunk, hogy jó, ez úgyse fog játszani, majd amikor szalagokat raktuk fel, eldurrant. Csúnyát mondtam, és azt mondtam, hogy ne, ez biztos, hogy nem jön. Oké, rendben van. És szerinted, amikor te kezdted, az 12 éve volt. Igen. A játékosoknak a... Akkor milyen játékosok jártak, és ma? Van-e különbség? Igazából az az érdekes, hogy amikor én kezdtem játszani, akkor sokkal több volt az idősebb korosztály, akik ebben részt vettek. Fogalmazzunk úgy, hogy azok, akik még beleestek abba, hogy honvédség és kötelező szolgálat is megvan, és nem úgy tekintettek a katonáskodásra, mint ez egy távolálló dolog tőlük, hanem ami amúgy az életük része volt. És mondjuk szerették, és találkoztak az airsofttal, és összehozták a kettőt. És utána jött az a korosztály, akik közé tartozom én is, akik már nem voltak sorkatonák, ez kimaradt az életükből. Nekem hiányzott valami ilyesmi, hogy ez is vonzott, és ezért is mozdultam ebbe az irányba, hogy hú, hát katonásd ide, és de jó, hogy nem kell éveket szívni vele, és lehet, hogy nem is ugyanazt kapom. Úgy értelemszerűen ez a korosztály már egy idő óta kipkopóban van, és én erre úgy tekintek rá, és talán ez egy nagyon fontos mondat lesz, hogy
az ők, akiket elkezdtek kinevelni következő generáció, abba tartozom én is. Úgyhogy pont egyébként a Krisztiánnal beszélgettünk valamikor, hogy ő is ebbe tartozik bele, és iszonyatosan nagy felelősség van az, amiatt rajtunk, hogy a következő generáció, aki utánunk fog jönni, és akik most kezdik el, azok egy olyan mederben induljanak el, és egy olyan szemszögből úgy tekintsenek a játékra, amit esetleg mi is megkaptunk, vagy nekünk is megmutattak. Én emlékszem, amikor két napokat másztunk, kúsztunk az esőben, hóban, sárban, és mindenhogy mentünk a játék szeretetéért. Például egyébként, amit mondta, hogy a felszerelés könnyen elérhető, nekem tök mindegy, miben játszok, mindenki tudja, hogy retkesen fogok hazajönni, mert én húszon mászom az erdőbe, teljesen mindegy, hogy az a gír az 40 ezer volt, vagy éppen tényleg egy magyar gyakorló volt rajtam. Nekem az a lényeg, meg azt szeretném átadni, hogy ott a sárban, a mocsokban mindenki megtalálja, hogy igen, ez az, amiért szeretem csinálni, nem azért, mert fel tud öltözni csilli-villiben ilyen olyan fegyverre. Fú, de sokan fognak ezért utálni, Jézus. Te látsz-e valami jövőt? Tehát látsz-e valami jövőt? De hogy látod egyébként? Nem, de most látom azért, hogy van két pálya. Tehát azért a nézők nem feltétlen fogják azt tudni, hogy mennyi dolog van egy elszott játék megszervezése mögött. Pláne, hogyha valakinek van egy pályája, akkor azt fel kell tartani, azt tisztán kell tartani, fejleszteni kell, renoválni kell, tehát az nagyon elviszi az időt. Elég. Most már beszéltem. Például a Nagykátából sokkal többet ki lehetne hozni. Főleg az idei év ebből a szempontból sajnos nagyon-nagyon rosszul sikerült, de szerintem mindenkinek. Voltak tervek, hogy minden hónapban legalább egy játék az milyen struktúra szerint lebontva, melyik játékra kijöhet, milyen stílusú lesz, stb. De ugye nagyon hamar elakadt, mert a tavasz az ketté vágta az egészet. Szeretném jövőre, és ezért örülök például a megkeresésednek, mert amúgy szeretném azt is, hogy maga a pálya fusson fel, hogy az emberek tudják, hogy van. Még annyit, amikor így elmondok Nagykátáról, hogy egy pálya van, amit úgy gondolok, hogy Nagykátához hasonlóan, csak erdős, dimbes, dombos, völgyes részekkel van tele, és tényleg olyan erdély harcászat folytatható, ahol sehol más, mert egy ilyen pályáról tudok, az jelenleg nem üzemel, vagy nem lehet bérelni, nem mondom ki. A Nagykáta viszont ott van, lehetne nyomni, de nagyon sokszor van, hogy egyébként elmondom, hogy Nagykátán szervezek, és miért az hol van. És így, ahogy már két évet csinálunk oda játékot, de tudom, hogy a kommunikáció sem olyan, hogy az emberek tudják, hogy igen, ott van pálya, egy erdős pálya. Igen, nem tudsz épületbe bemenni, nincs CQB, nincs épületharc. Viszont... De valakinek ahhoz van kedve, mert hát felkészült, tehát eldönti már. Annál jobb helyet nem talál rá. Annál jobb helyet nem fog találni rá. Nagyon-nagyon sokan pont ezért szeretik, főleg olyanok, akik jobban szeretik az ilyen mieslimes vonalú dolgokat, mert tényleg lehet taktikázni, van hely mozogni, nagyon-nagyon ki lehet használni a terep adta előnyöket. Viszont ha nincs játék, akkor igazából tök jó, hogy van ott egy pálya. Úgy... Majd lesz. Majd lesz. Én is így vagyok vele, úgyhogy egyébként bizakodó vagyok bele így a jövő évre, hogyha ha mindenki úgy akarja, fogalmazunk így, és pandémia se lesz, és lehet menni, akkor Nagykátán a havi egy játék az minimum, de inkább kettő. Úgyhogy van egy nagy játék, amit valaki csinál, és nem kell feltétlenül, hogy én legyek, de legyen mellette egy olyan oda-vissza játék, akár egy karszalagos játék, hogy igen, le lehessen menni, és 30 ember is marha jót fog tudni játszani. Ott csak jöjjön le és játszunk, mert ott van és használjuk ki. Ha majd teszünk róla. Köszönjük szépen a figyelmeteket, sziasztok! Sziasztok! Találkozunk a Phoenix-el és Nagykátán! Ká! Köszönjük szépen a figyelmeteket, sziasztok! Majdnem elröhögted. Tudom! Mi ez, hogy majdnem el is röhögtem? Na még egyszer, de várja, úgyhogy mindenki nyugodjon le a picsán.